Üdvözlöm, kedves barátaim! Ma nagyon fontos nap van, lelki egészség napja, és gondoltam egy pár szót beszélünk róla. Először mi a nem lelki egészség napja, és utána mi a lelki egészség napja, miért fontos, és hogyan veletek tudjunk mai napon lelki egészségével foglalkozni. Nagyon sokszor azt gondolják emberek, mert kicsit összekevernek a pszichikánkat a lélekkel. Gondolják, hogyha elmegyek pszichológushoz, akkor lelki egészségem lesz. Hát nagy kapcsolat nincsen, mert pszichika az az elme. A lelki egészség az sokkal magasabb szintű, mint az elme vagy a pszichikánk, és hogyha tényleg lelkileg egészséges leszek, akkor automatikusan lelki-pszichikailag is leszek egészséges. Van Bhagavad Gita-ban, a harmadik fejezetben vers, ami pulcokra rakja dolgokat. Mi micsoda? És azt mondja, hogy indriyani param ahur, indriyabhya param mana. Azt mondja, hogy van a halott anyag, halott energia, de az embereknek az érzékek, érzékei, érzékszervek magasabb, mint a halott energia. És utána azt mondja, indriyabhya param mana. De az elme, a pszichika, az magasabb, mint az érzékek. És utána manasastu parabuddher. De az intelligencia még magasabb, mint az elme. Már itt is, hogyha valakinek egészséges az intelligenciája, akkor az elmét tud egészségesre tenni. És képzeljétek el, hogyha pszichikailag, elméjéleg nem vagyok egészséges, az magába viszi az intelligenciát is a rossz irányba. Ez azt jelenti, hogy fontosabb az intelligencia, ma az, ami fog segíteni rendbe hozni az elmét. Szóval csak intelligenciával lehet egyensúlyba hozni az elmét. De itt nincs vége. Mert utána azt mondja ez a vers, hogy Jobudhe paratas tu sa, de sa, ő, a lélek, még magasabb, mint az intelligencia. Ez megint, hogyha valaki lelkileg rendben lesz, akkor mivel intelligencia fölött áll a lélek, akkor az fog nekünk rendben, egészségesen tartani az intelligenciát, az intelligencia helyesen fog egészségbe tartani az elme fog tartani egészségesen az érzékeket, az érzéket, az anyagot, mint mondjuk a testet, egészségé fog tartani. Szóval látjunk, igazából lelki egészség, ez az én kapcsolat Istennel, ez az egészség, és hogyha azt törekszek rendbehozni, akkor az még egyszer visszamenjünk a láncolattal, hogy lássunk, milyen a kapcsolatok, akkor az a lelki kapcsolatok Istennel rendbe hoznak, hogy egészségbe tartanak az intelligenciát. Nehéz helyzetben mindig helyes döntést hozok. Hogyha jó és egészséges az intelligenciám, az fog egészségesen tartani az elmémet, érzelmeimet, pszichikámat, az pedig egészségesen tartja az érzékeket, és így egészséges az anyag, a testem is. Szóval ez a gyökér mindennek. Akkor hogyan leszünk igazán gyakorlók mai napon, de ez jó lenne minden nap gyakorolni, az egészséget csinálni magamnak, a lelki egészséget. Ugyanúgy, mi minden nap kell egészségesen tartani a fogainkat, ugye tisztítani, meg fürödni, tornázni. Ugyanúgy minden nap kell lelket, és ki milyen tradícióban van, vagy annak a tradíciónak a lelki gyakorlatokat követi, imádkozik, szeret a fele barátokat, és így tovább, vagy ha bármilyen tradícióba tartozik, nyugodtan énekelhet Hare Krishna mantrát, ez mindenhol segít, bárhol lehet csinálni, mert ez nem tartozik egy valamihez, ez Istennek a nevei, és lehet énekelni Hare Krishna mantrát, olvasni hiteles szentírásokat, ez minden egészség teszi a mi elménket.
és akkor utána megyünk visszafele. De megint lelki nem ugyanaz, hogy ez a pszichika, ez az elmém, hanem sokkal magasabb. Ezért, hogyha tényleg lelki, és a lelki, ez azt jelenti, hogy minden, ami Istennel kapcsolódik. Az, hogy én most békésülök, és épp nincsen cunámi a fejembe, ez még nem lelki. Az csak épp a karma periódusa olyan, ahol nincsen cunámi a fejembe, az elmémbe. De lelki, amikor én olvasok, gondolok, vagy mondok, ami Istennel kapcsolódik, az a lelki. Hogyha ezt értem, akkor engem nem fognak megtéveszteni mások, akik nem értenek hozzá, és néha valami ezoterikus, finom dolgokról mondanak, hogy mit tudom én, legyél csendbe, akkor ez a legkiegyensúlyozott. Nem, mert csend, hogyha nem kapcsol minket Istennel, akkor ez becsapás, mert ez nem lelki. Jó? A lelki, ez mindig csak akkor, amikor Istennel kapcsolódik. Ha már itt vagyunk, ugye az lelki egészség tisztítja karmától az embert. Aprarada palampapam kuttam bijan palalmukam kremenaeva pralita Vishnu bhaktira tatmana. Itt is vannak sok spekuláció, hogy hogy lehet tisztítani a karmát, mondanak másféle módszereket, de egyetlen egy módszer, ami tényleg tisztítja a karmát, nem valami kis korrekciókat hoz, mert lehet korrekciót hozni, az nem probléma, más módszerekkel, de igazi elpusztítás, karma elpusztítása, pralieta, ez a bhakti, ez a lelkitettek, ami Istennel kapcsolatban vannak. Csak szeretnék mutatni, hogy mennyire jó ez a nap, hogyha valaki lelkiegészség napot érti, hogy miről szó, és így használja, akkor minden oldalról hasznát kap. Pszichikai egészséget, testi, érzék, érzelmek, intelligencia, karmától szabadul, és még lelkileg fejlődik is. Ebben a fényében a mai napra sok lelki egészséges tettet kívánok nektek. Hare Krishna!